Sziasztok mindenkit, üdvözlök! A PC World oldalán jelent meg a hír, hogy jönni fog az MSI Radeon RX 580 Armor MK2. Ugye több custom RX videókártyáról is kaptunk hírt, azonban nem lehet tudni, hogy a magyar boltokban mikor lesz ez kapható. Ugye jelenleg eléggé hiány van az AMD kártyákból, hogyha a magasabb szintű kártyákat nézzük. Ehhez képest ez már legalább a harmadik custom OC-zott RX videókártya olyan két hónapon belül. Minden esetre szerintem eléggé szemrevaló, látjuk a képen a hűtését, tehát ez a fekete-vörös design, ráadásul ugye az Armor, tehát az MSI 2 óriási ventilátorral tette lehetővé, hogy a kártya az nagyon jó hűtést kapjon. A cikkből kiderül, hogy 1366 MHz-en megy. Ugye a teljesítmény az nem változik, az OC-nak köszönhetően nagyon minimálisan jobb, egyébként még mindig ugyanannyit tud természetesen, mint egy másik RX 580-as kártya. GTX 1066 GB-nál egy picikét erősebb, hogyha az átlagot vesszük, ez erősen specifikus, hogy milyen játékkal játszunk, de átlagban el lehet mondani, hogy néhány FPS-sel többet tud, mint egy GTX 1066 GB. Még nem lehet tudni, hogy mikor rendeződnek a videókártyák, ugye főleg itthon, mikor lesz ez kapható, de szerintem, hogyha majdan feltűnik a magyar boltokba, mindenféleképpen érdemes lesz fontolóra venni. Ugye nagyon sok minden változhat, sokan kérdezitek jóslásokban, én sem tudok belelátni, tehát Franz se tudja, hogy mi fog jönni ezután. Nagyon várjuk már a GeForce oldalon is az új széria megjelenését, hiszen már 2016 nyáron jött a 10-es széria, tehát a 1070-1080. Kettő évnél tovább még soha nem várt az Nvidia, az is kirívó eset volt, mikor egy széria között már kettő év eltelt, tehát általában ilyen másfél, maximum két év elteltével volt, úgyhogy csak egy év telt el, már jönni szokott az újabb generáció. Ez is nagyban befolyásolja majd a hardware helyzetet, hogy milyen kártyák lesznek kaphatók, milyen áron. Ugye ez általában mindig úgy szokott menni, hogy amint kidobják az új szériát, szépen leáll a korábbinak a gyártása, tehát lehet, hogy már nem is lesz kapható a korábbi, és majd az új kártyákból valószínűleg új áron lesz majd megvásárolható, ilyenkor mindig az új széria olcsóbban kapható, mint a korábbi. Nem lehet tudni, egyelőre ez a helyzet nagyon gyorsan változik, lehet, hogy egy hét múlva vagy két hét múlva már teljesen más lesz megint, úgyhogy becslésekbe nem lehet sajnos bocsátkozni. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!